Dobri István Nagydarog egykori polgármestere már hosszú évek óta foglalkozik a település helytörténetével. Számos kutatásából már könyv is született, ezúttal sem volt ez másként. Ugyanis nemrégiben jelent meg 5. alkotása, amely a nagydorogi reformátusok története 1554-től 2013-ig címet viseli. Találtunk egy olyan kőbevésett dokumentumot, és ez szó szerint értendő, amelyben az akkori, amikor a templomot építették, elrejtették, hogy mikortól is van a református gyülekezet. Nagydorogon, hát ugye akkori szokásnak megfelelően latin számokkal írták, római számokkal, eltévesztettem, római számokkal írták, a 2013 pedig hát az előző lelkészünk, amikor elköszönt 2013-ban, a két időpont között, ugye hát majdnem 470 év van, egy hatalmas idő, amit egy ember alig-alig tud felfogni, hogy hát mekkora időtáv is ez, és ebben 26, ebben az időszakban, hát egész pontosan 1626-tól volt az első lelkész a gyülekezetnek, akiről írott emlék van, írásos emlék van, és 26 lelkész szolgált a gyülekezetben, a most szolgáló tiszteletes asszonyunk a 27. lelkésze a nagydorogi reformátusoknak. A 494 oldalas könyv 12 fejezetből áll, amelyek többek között a reformációval és annak terjedésével foglalkoznak. Majd a nagydorogon a reformáció korából van egy tárgyi emlékünk, egy kehely, ami a könyvnek a hátsó borítóján szerepel, és az utolsó fejezet, a 12. fejezet, az szintén egy ilyen vegyes, amelyben az itt szolgált lelkészek a gyülekezetből kikerült és lelkész lett, tehát nagydorogi születések és lelkészek lettek, közülük három szolgált különben a nagydorogiak között, a 26 között, akit az előbb említettem. Akkor vizitációk, püspöki vizitációknak az anyaga, az nagyon sok érdekességet tartalmaz, mind az iskolára, mind a tanítókra, mind a pap személyre, tehát egy nagyon értékes anyagról beszélek, illetve a könyv végén, az utolsó részében, a 12. fejezetnek, ott pedig elég sok képpel megörökítettük a gyülekezetnek a templomát, a templom belsőt és a különböző kegy tárgyait, amit urvacsoraosztáskor, amit kereszteléskor, egyéb dolgokkor használnak fel, sőt a pecsét nyomókat 1800-as évek első harmadától, amikor még a viaszpecsétek, a logó viaszpecsétek voltak, mindez megtalálható a könyvben, és a két fejezet, az első és a 12. között, ugye hát akkor ott van 10 fejezet, az a 10 fejezet tárgyalja a 26 lelkésznek és a gyülekezetnek a ténykedését, az életét, ugye a lelkészek hol születtek, szüleik, innen hova kerülnek, honnan kerültek Nagydorogra, akiket lehetett mindenki nyomon követve. A településen a reformáció egyik fontos alakja volt Sztáray Mihály reformátor. Ő 5 évet szolgált hozzánk elég közel Tolna mezővárosban. 1553-tól 1558-ig előtte, meg utána, tehát a tolnai szolgálata előtt és a tolnai szolgálata után Laskón, Laskó település, Laskó község az Eszék mellett található, és utána még messzebbre ment, mert Gyulára, Sárospatakra, illetve Pápára, és ebből lehet arra következtetni, hogy amikor 20 kilométerre lehetett az az 5 éve, amikor Tolnán van, valószínű, hogy akkor került kapcsolatba a nagydorogiakkal, a nagydorogi reformátusokkal, és az ő nevéhez köthető, és az egyértelműen hát bizonyított, hogy az a kehely, ami a gyülekezet tulajdonában van, aminek a neve is az, a Sztáray kehely, tehát udvarnak a nevében arra, akitől származik ez a kehely, az hát ő adta valamikor a hittérítés időszakában, és itt az 1554, ahogy mondtam, de hát ez a könyvben van bent, még nem akarnám lelőni a poént, a küszöb alá tették be egy kőlapra, és oda van felvésve.
Nagy dolog, egykor teljes mértékben református község volt, mondja a helytörténész. A katolikusság a 19. század elején jelent meg, akkor, amikor a Széchenyi család tulajdonába került a település. Nagyon korán templomot tudnak építeni, még a türelmi rendelet kiadása előtt, ma is látható templomot, nagyon hosszú ideig a Dolnai Egyházmegyének az egyik legerősebb gyülekezetéről beszélünk. 2000 vagy közel 2000 tagja volt a gyülekezetnek, meg hát mellette a sok gyermek, meg minden, akik nem számítanak tagnak, viszont ez a létszám sajnos fogyott. Napjainkban szerintem egy olyan jó 450 körül az úgynevezett egyházadót, vagy egyház fenntartó járulékot fizetőknek a száma, a lélekszáma. A könyvemet ajánlom minden jó szándékú embernek, felekrezetre való tekintet nélkül, mert úgy is csináltam, hogy foglalkozik természetesen is a döntő részében a reformátussággal, de én azért történelmi hátteret is, a települési hátteret is, a településnek az elöljáróságát. Előjáróság alatt most azt értem, hogy a bírói, a jegyzői, a tanítói, de hát természetesen abban az időben még egyházi oktatás volt, és ők is reformátusok, tehát a református alkalmazásban voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy mindenkinek nyújt, remélem, egy kis élményt és egy kis örömet, legalább akkorát, mint nekem.